Az egyik szabadkai televízióban hirdették meg a szlovéniai munkavállalás lehetőségét. Konyhai kisegítő, valamint fizikai munkásokat kerestek. Havonta 900-tól 1200 eurós fizetést ígértek az embereknek. A jelentkezők 9613 dináros hozzájárulást fizettek be az úti költség, illetve az egészségügyi biztosítás fedezésére a szlovén kisvárosban Polzelán működő vállalat nevére. Megmutatom egy telefonszám, és azon jelentkeztünk, ahol időpontot adtak egyenként, behívtak bennünket, és tudották velünk a lehetőségeket, mert hogy igazából miről is van szó. A szabadkai közvetítők azt ígérték, hogy augusztus 8-án megbeszélést tartanak a munkára jelentkezőkkel. Ekkor közölték volna az indulás helyszínét és az utazás módját is. Egész nap már süket volt a mobiltelefon, aminek a száma meg volt adva, és hát ma kellett volna elvileg, hogy menjünk, és hát itt hol maradtunk. Szerettük volna megkérdezni a másik felet is, a szabadkai közvetítő iroda képviselőit, azonban ők napok óta így ma sem voltak elérhetőek. A sértettek azért nem vállalták arcukat, mert félnek az esetleges megtorlástól. Azt szeretnék, hogy mások ne kerüljenek hozzájuk hasonló helyzetbe.